Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Jogász, főiskolai, illetve egyetemi adjunktus, mellesleg egyébként sokak szerint, nagy-nagy elismert zenészek szerint Magyarország egyik legtehetségesebb zongoristája, főtanácsadó a Kúrián, 33 éves és székesfehérvári fiatal ember, mai vendégem dr. Bérces Viktor, szia, köszöntelek téged. Szervusztok. Képzeld, nem olyan régen beszélgettem, majdnem egy éve relatívan nem olyan régen Horváth Csárlival egy fellépésen, beszélgettünk vele politikáról, élet nagy lányokról, persze élet nagy dolgait átbeszéltük, és te is szóba kerültél, mint Bérces Viktor zongorista, mondtam, hogy ismerlek téged, ismerjük egymást, és Csárli a következőt mondta, képzeld el, hogy te vagy szerintem Magyarország két nagyon tehetséges zongoristát mondott, és te vagy az egyik egyébként, és azt mondta, hogy veled nagyon-nagyon szeret dolgozni. Ez egy elképesztő nagy dolog, nem? És nem tudom, mennyire gondoltad volna mondjuk jó pár évvel előtt, hogy Csárli, a nagy-nagy Horváth Csárli ilyet mond rólad. Hát ezt most hallom tőled először. Még ezt nem mondtam. Ezt még nekem sem mondta soha. Tartogattam neked. Csárli nem ilyen dicsérős egyébként? De az egyébként szigorúan fogja a zenekart. Tehát őnál a számokat tudni kell, és úgy, ahogy eredetileg is van. Tehát ahogy szól. Tehát nekem ezt külön meg kell tanulni. Hát én nagyon örülök, hogy ő ezt mondta. Egyébként játszottam vele mostanában eléggé sokat. Tulajdonképpen az egyik második ilyen B kísérő zenekara, az az Abrakazabra nevű zenekar, és én ott vagyok a zongorista, és egyébként többek között a Csárival is rendszeresen szoktunk játszani, meg a Vastag Csabával, a Tóth Verával, Radics Gigivel, tehát rengeteg, szinte majdnem az összes ilyen élvonalbeli előadóval, de hát nekem eddig vele volt a legnagyobb élmény egy koncerten, mert ő szóval annyira profi, meg annyira ott van mögött ez az elmúlt, nem is tudom, 30-40 év, hogy minden csinyet, binyet ennek a pályán. Én is úgy vettem észre egyébként. Maradjunk a zenénél, nagy-nagy szerelmet. Hogy jött a zene életedbe, hogy mikortól jött a zene az életedbe? Emlékszel esetleg erre? 5 éves koromtól kezdve. Azóta zenész. Hangszer közelben vagyok. Karácsonyra kaptam egy körülbelül ekkora szintetizátort. Beszéltük róla adás előtt, igen, szintetizátorok. A nagymamámtól, igen, és hát azon kezdtem tanulni ilyen kis gyerekdalokat. És hát azóta gyakorlatilag eltelt 28 év, és szóval anélkül, hogy én tudatosan készültem volna a zenei pályára, ez úgy mindig ott volt. Tehát, hogy alig tudok mondani neked olyan hétvégét az elmúlt, nem is tudom, 15-20 év, amikor ne játszottak volna. Tehát a szombatok azok rendesen be voltak távozva. Folyamatosan. Meg nyilván meg volt hozzá tehetséged, és gondolom azért jártál tanárhoz is, tehát egyértelmű dolog, hiszen én nagy tudásra persze lehet szerteni autodidakta módon, de hát gondolom azért kell a tanár is hozzá. Egy minimális szinten és egy minimális ideig kell, de egyébként én mai napig azt hallom, hogy a legtöbbet fejlődni az ember a saját magától tudja. És igazából ez készség alapú dolog. Tehát magunkat tanítjuk igazából. A kottaírás, kottaolás, ez egy fontos dolog, de egy idő után elhagyja az ember, mert fejből kell dolgozni. Ezt elvárják az énekesek is, a zenekarvezetők is. Úgyhogy aki erre rá tud állni gondolkodásban, annak már nyert ügye van, szerintem. Láttalak már jó pár fellépésed, és tényleg te ilyen virtuóz, vagy legalábbis nekem mindig egy virtuóz jut eszembe rólad, amikor én látlak téged. Nagyon beleéled magad, és elképesztő játékot tényleg produkálsz ott, nyilván a hangszeren is, szó szerint értve, illetve kifelé a közönségnek is, ami látszik, hogy nem színészkedés, hanem tényleg az úgy belőle jön, ez te vagy valójában. Ezt jól látom? Igen, hát ez legfőképpen annak köszönhető, hogy én a Hungárián nőttem fel. Tehát nekem az volt a kedvenc zenekarom, én a rock and roll műfajjal kezdtem, és játszottam is pár nagyon jó, nagyon neves helyi zenekarban, és hát én onnan láttam meg ezt a fajta zenélési stílust, amit ők képviseltek. Tehát ott nem olyan zenélés volt, hogy leül az zongorista hangszer mögé, és elkezdi nézni a kottát, és még a fejét sem lehet látni tőle, hanem spontán, kreatív, mobilis emberek voltak fenn a színpadon. Hát nekem például a Fenyő Miklós az egyik nagy példaképem, tehát én imádom. Nem úgy nézek ki, de mégis nagyon-nagyon szeretem. Meg hát sokat játszottunk a Komár Lacival is, a Sárga Taxi zenekarra. És hát én igazából ezeken keresztül fejlődtem ki azzá, ami úgy vagyok most per pillanat. Azt tudom, gyermekkorodban például színészkedtél, és erről mesélj egy picikét nekünk. Igen, hát megcsapott egy kicsit a színháznak a szele is. Légy jó, mit találikban játszottam a Böszörményét, az egy nagyon nagy élmény volt nekem. A Szabó Gyulával, meg a Bicskei Tiborral ott együtt szódázgattunk fenn a színészbüfében, és rengeteget sztoriztak.
aztán a Pál utcai fiúban is voltam, a Geréb, az is egy nagy sikerű darab, a Dzsungelkönyv, stb. Tehát egy jó olyan, azt hiszem, egy 8-10 évet élehúztam a Vörös Marti Színházban, még a régiben, tehát nem a mostanában, hanem az előzőben, aminek egyébként volt egy nagyon klassz varázsa. Persze, persze. Ugye mondtad, hogy mostani nagy magyar sztárokkal zenész együtt, Tóth Vera, Tóth Gabi, Vastag Csabi, Horváth Csárli. Kik vannak még esetleg, akiket mondjuk fontos lenne megemlíteni? Hát ugye, kit is mondjak még, a Demmi Rózsival is volt alkalmam egyszer fellépni, aztán ilyen régebbi megasztárkkal, ha jól emlékszem, akkor Schmidt Verával is játszottam már. Aztán ugye a Tóth Gabival, ővel rendszeresen szoktunk, egyébként ők ketten, a Vera meg a Gabi, ők most újabban megint fognak majd együtt játszani. Hát azok nagyon jó koncertek. Ők profik egyébként nagyon, tehát elképesztő énektudás van ott azért, és ők őstehetségek. Tehát hogyha ők nem Magyarországon születnek, akkor ők világsztárok lettek volna. Tehát ez komolyan. Tehát nagyon sok zenész barátom volt kint az Egyesült Államokban, és mondták, hogy ott sem hallottak ilyen hangot, meg ilyen hangszint. És az, hogy ez egy családban, igen, egy testvérpárnál ugyanaz a szín megvan, szóval ez hihetetlen. Igen, elképesztő. Emlékszem, ugye mind a ketten, mint általában egyébként a mostani hírességek nagy része tehetségkutatóban tűntek fel, ami nem egy ördögtől való dolog, hogy valaki tényleg tehetséges, és nem csak a menedzsment próbálja az emberek torkán lenyomni őket. Ugye először jött Vera, aztán utána Gabit csak lehetett látni ott a színfalak mögött, hogy a kistesó elkísérte, aztán megmutatta magát a kistesó is, hogy legalább olyan tehetség, mint a nővére. Ez így van. És egyébként mind a kettőjüknek megvan a saját stílusa. Igen. Ez igen. Nagyon lényeges. Így van. De ezt most mégis egy ilyen szintézisbe sikerült hozni. Van egy Sister Act nevű produkció, őket is mi kísérjük. Most egy új zenekar állt föl egyébként a Vera mögé, és hát velük fogjuk most járni, főleg a pesti klubokat, ahol egyébként erre nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezekből. Beszéljünk egy másik életedről, vagy az életed másik részről, és nyilván nagy-nagy szerelmed, jogászkodás. Ugye édesapádat nagyon sokan ismerik itt Fehérváron, meg szerintem országos szinten ő egy tényleg elismert ügyvéd, mondhatjuk a nevét, dr. Bérces László. Miatta lettél ügyvéd? És gondolom nyilván, tehát az is benne volt, hogy ott nőttél fel nagyjából, kis túlzás az ügyvéd irodába. Igen. Tehát én gyakorlatilag az általános iskolás éveimet, meg a középiskolás éveimet azt én délutánonként nagyjából ott töltöttem el. És akkor hallottad a szakszavakat, tárgyalások. Így van, és amikor ugye fölvettek az egyetemre, akkor már, hát most nem azt mondom, hogy képbe voltam, de azért úgy ismertem bizonyos alapfogalmakat. Tehát például akkor én már tudtam szerződést írni, amit például ott tanítottak meg a többiekkel, de tehát ez, nálunk ez nem volt kérdés. Persze, hogy ügyvéd tehát, legyen. Hogy egyrészt én magam is tizenévesen fölfogtam azt a magam akkori szellemi szintjén, hogy kell egy olyan állás az embernek, ami életfogytig tart. Most a zene az nem ilyen. A zene az nem ilyen. Bárki bármit mond, az egy hobbi. Az addig jó, amíg az ember hobbiból csinálja. Mert igen. Hogyha az hivatás, tehát hogyha az megélhetésé válik, megélhetési kényszeré válik, akkor szerintem azt igazán jól és hitelesen már nem lehet csinálni. Így van, és szerencsére, hogy itt van egy nagyon-nagyon jó szakmád, mondjuk ki egy piacképes szakmád, amiben tényleg nagyon jó, vagy fogunk erről beszélni, és ráadásul most a zenélésben is piacképes, hiszen nagyon-nagyon keresett vagy, tehát ebben a pillanatban gondolom abból is azért meg tudnál élni, persze. Persze, ez a két dolog most kiegészíti egymást, igen, de azért mondanám azt is, hogy azért nem fogám örökké tartani, mert ez egy olyan időigénybevétellel jár, ami hát ezt kevesen bírják. Tehát az, hogy hétfőtől péntekig az ember vagy az irodában van, vagy tanít, szombaton megmegyünk, nem tudom én hova zenélni, tehát például most néhány évtizedet Erdélyben voltunk, és akkor vasárnap, nem tudom, délelőtt érek haza, és egy napon van arra, hogy regenerálódjak, meg a családdal foglalkozzak, szóval azért ez így nem egyszerű. Tehát, hogy egy idő után választani kell az embernek. Persze. Most ez a kérdésem nem lesz túlzottan szép, de hogyha mondjuk jön egy ilyen gonosz manó, aki azt mondaná, Viktor, egy dolgot elveszek az életedből, választanod kell vagy a zene, vagy a jogi pályafutásod. Nehéz erre válaszolni. Mit válaszolnál rá, vagy tudnál rá válaszolni? Nem nehéz, én a jogi pályát választanám. Jogi pályát? Tehát ekkora nagy-nagy szerelmed a jogi pálya. Persze, persze, igen. Hát meg az egy mindennapos elfoglaltság. Tehát nem unatkozom. Persze, persze. Ez a jó. Tehát be vannak táblázva a napjaim, tanítok is az egyetemen, a főiskolán is. Azt nagyon-nagyon szeretem, szeretek a diákokkal foglalkozni, szeretek eseteket mesélni. Tehát nekem igazából ez a világom, de nyilván a hétvégék azok is színesek. Még. Egyelőre. És reméljük meg jó sokáig, hiszen nagyon-nagyon fiatal vagy, említettük, ugye nem vagy még 34 éves. Beszéljünk a tanításról, ugye főiskolán is tanítasz, egyetemen is tanítasz, nagyon-nagyon fiatal vagy. Fiatal embertől, aki tanít, mindig meg szoktam kérdezni, mennyire vagy szigorú mondjuk a diákjaiddal, és ők mennyire tisztelnek téged ilyen fiatalként?
hogy mondjam, tehát ezek a fogalmak, hogy szigorúság meg tisztelet, ezek nyilván kevésbé érvényesülnek kisebb korkülönbségű emberek között. De ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az ember felkészülten megy oda az órára. Uh-huh. És amikor azt látják rajtad, hogy ez a gyerek, ez vágja. Ez tudja, hogy miről beszél. És egyébként mindenkinek fel kell készülni. Mert a törvények, a jogszabályok, a bírósági gyakorlat, uh-huh. ez egy olyan dolog, amit az ember elfelejt. Uh-huh. Tehát én a mai napig készülök az óráimra, hogy a diákok elhiggyék azt, hogy én tudom azt, hogy miről beszélek. Igen. És onnantól kezdve, hogy hitelessé válj, ez ugyanamint a színpadi munka. Tehát onnantól kezdve, hogy hiteles lesz az ember, onnantól ezek, hogy tisztelet, szigor, stb. Föl sem merülnek. Uh-huh. Mert utána tudják, hogy hány persze. óra van, és persze, onnantól ők is ugyan... felkészült, nem tudjuk megfogni, és ezért fognak pontosan tisztelni. És ugye pont ezért kérdeztem, mivel nagyon kicsi a korkülönbség a diákjaid, illetve közted, tehát nyilván valamivel meg kell mutatni, hogy gyerekek, én vagyok a tanár. Meg, mert a diákoknál kritikusabb ember nincs. Uh-huh. Tehát ők azonnal kiszúrják, ha valami nem úgy van, uh-huh. és ráadásul a jog az amúgy is egy olyan terület, ami nagyon exakt. Tehát ott határidők vannak, alapfogalmak. Ha egy pici hibát vét az ember az órán, egyből számon kérik rajta, és na hát ezt múltorán nem így mondta el a tanár. És nem is könnyű dolog egyébként ez a szakma, rengeteget kell magolni, nagyon-nagyon sok mindent kell tudni, és én nagyon-nagyon csodálom például az ebben a szakmában dolgozókat, hogy annyi minden, hogy ott kell legyen a fejükben, és annyi mindent tudni kell a pontoknak a különböző pontjait, meg a különböző más-más hivatkozásokat, igen. paragrafus, stb., hogy tényleg képbe kell lenni, és tényleg mindig kell készülni minden egyes dologra. Ez abszolút így van, de egyébként tehát ez egy hatalmas tananyag. És azért egy idő után az ember az specializálódik, tehát rááll egy részterületre, mert ezt nem lehet megtanulni. Így van. És te mire álltál rá egyébként? Én büntetőjogász lettem. Büntetőjogász. Ez egy izgalmas. Izgalmas. Az. Először is azért, mert szeretek jókat mesélni otthon a családi vacsoránál. Igen. Hát nyilván jó amennyit eseteket... el lehet mesélni belőle, persze. Persze, persze. Meg hát én azért az apukámtól is ezt láttam, hogy azért őt ez mindig is jobban érdekelte. Megmondom őszintén, ez csak az én szubjektív véleményem, tehát sok kolléga ez nem ért egyet, hogy azért szerintem annak, hogy most valaki kap x év börtönt, vagy egy szigorúbb büntetést, annak azért nagyobb súlya van, mint annak, hogy most 5 centivel odébb legyen a kerítés, tehát például egy polgári ügyben. Tehát, hogy nekem a büntetőjog az valahogy fajsúlyosabb kérdéseket szabályoz, mint mondjuk egy bontóper, vagy egy házassági per, egy válóper. Tehát én ilyen beállítottsága vagyok, de egyébként ez is személyiség kérdése szerintem. Hogy... Dolgozol egyébként ügyvédként is, tehát tárgyalásokon is részt vesz, válasz ilyen ügyeket is egyébként? Így van, ősztől megint ügyvédként fog dolgozni. Uh-huh. Most ezekben az években kúrián voltam főtanácsadó. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon szép hivatás volt. Hát ugye az volt a lényeg, hogy ilyen felülvizsgálati kérelmeket, meg különböző ítélteket kellett véleményezni, és hát ezt kellett a bírói tanács elé tárni. Rengeteget tanultam ott is, tehát tulajdonképpen megismerkedtem a jogászi pályának egy másik szegmensével, hogyha úgy tetszik, ami egy másfajta logikát igényel, nagyon élvezem. Következő kérdés a pod lett volna, kúria, ugye lehet látni, aki ismerősöd mondjuk a ma bizonyos közösségi oda, már többen rajta vannak egyébként, mi nincsenek rajta, mondják, hogy a Föld után a második legnépesebb bolygó ez a közösségi oldal, és ez tényleg így van egyébként, igen, hogy igen. Ott láttam tényleg, hogy ott a kúrián tevékenykedsz, ami én fiatalon az elképesztő dolog, meg megtiszteltetés, de nyilván megdolgoztál ért, hogy ott. Láthassa a feladatokat. Hát igen, ugye erre a posztra, hogy főtanácsadó, kúriát, ugye olyanokat szoktak behívni, akik valamiféle ilyen, hát mondjam, ilyen tudományos munkássággal rendelkeztek. Én megcsináltam néhány évvel ezelőtt a PhD-t, megjelentek különböző publikációja, ilyen írásaim, és hát annak alapján végül is beválogattak, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, de hát azért én alapvetően tanárként, meg ügyvédként szeretnék majd dolgozni a közeljövőben, mert nekem szerintem ez a legtestezállóbb feladat, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Rengeteg dolgot csinálsz, tényleg a zenélés kitölti az életed, aztán a tanárkodás, illetve különböző egyéb más jogi tevékenységek kitöltik az életed, nem nagyon marad, azt gondolom, úgymond szabad időd. Hogyha van esetleg, akkor mit csinál szabad időben? Mi a hobbid, így is kérdezhetném? Hát például most készülök a lakodalmamra. Mert... Na, gratulálok, nem is tudtam. Igen, most lesz majd ebben a hónapban az esküvőm. Uh-huh. Egy nagyon kedves lányt sikerült megnyernem. Igen. Mi úgy ezt mondod róla, hogyha kedves? Igen. Hogyha nézi a műsortak meg, főleg jobban kihoz, biztos, mert hogy nem lenne esküvő. Legalábbis remélem, hogy fogja igen. nézni. Igen. És hát nagyon szeretjük egymást, úgyhogy innentől kezdve a kocka el van vetve. Így van. Azt szokták mondani.
Hasonló pályán mozog, mint egyébként, vagy teljesen más dolgot csinál? Hasonló pályán, ő is ugyanúgy elvégezte az egyetemet, ő közigazgatásban dolgozik. Sokszor egyébként kikérjük egymás véleményét. Tehát van miről beszélgetnünk otthon. És ez nagyon fontos dolog, hogy ugye az arányok azok ne boruljanak fel egyik irányba se. Tehát, igen, mert mindig mondják, hogy az ellentétek hozzák egymást, ezért nem értek egyet. Ez egy hülyeség szerintem. Így van, nem az ellentétek, a hasonlóság. Mert lehet, hogy egy darabig, igen, de utána az ellentétek előjönnek, és teljesen szét fogják szedni a kapcsolatot. Így van, az azonos vonza egymást, szerintem legalábbis. Visszatérvén a gyermekkorodra, ugye mondtad, hogy 5 éves korodtól foglalkozol a zenével, tényleg nagyon-nagyon sok mindent elértél fiatal korod ellenére, mert tényleg egy idős embernek is becsületére válna az, amit te már magad mögött tudsz. Hogy gyermekkorodban te, és most minden álszerénység nélkül, ilyen csodagyereknek számítottál, tehát mondták a szülőknek, hogy a Viktorka nagyon okos, hogy a Viktorkából elképesztő nagy elme lesz, vagy egy tök átlagos gyerek voltál? Hát most ez egy nehéz kérdés. Tehát annak révén, hogy én viszonylag hamar belecsöppentem ebbe az előadó művészi kategóriába. Igen, igen. Tehát picit el voltam még könyvelve ilyen, tehát az átlagosnál mondjuk picit tehetségesebb gyereknek. Igen. Aminek van egy nagy előnye, meg van egy ennél sokkal nagyobb hátránya. Uh-huh. És ennek az lett az előnye, hogy úgy is kezeltek. Viszont az lett a hátránya, hogy nálam sokkal idősebb emberekkel kerültem kapcsolatba. Ugye? Uh-huh. Tehát, hogy én nem a saját generációmban nőttem fel, hanem persze. Mindig 5-10 évvel idősebb emberekkel. Azokat húztak magukkal nyilván, hát gondolom. Húztak magukkal, persze, csak például nálam ezek a játszótéri pajkosságok, meg a focik. Kimaradtak. Ezek kimaradtak. Mert én mentem koncertre, mentünk a kis busszal vidékre, amit nagyon élveztem meg, az egy nagy dolog volt, de hát azért sokan dolog kimaradt, aminek szerintem nem lett volna szabad kimaradnia, de nem bánom most már így utólag. Persze. Mert azért ezek kárpótoltak engem. Meg nyilván gondolom, a korosztályod közül nagyon sokan mondják, hogy bárcsak nekem is annyi eszem lett volna, mint a Viktornak, már mint itt gondolok mondjuk a szorgalomra, mert azért ugye van, amit nyilván tehetséggel el lehet érni, de kellett hozzá mondjuk a jogi pályán ennyi mindent elér, a szorgalmat, hogy leülsz a kis fenekedre, és megtanulsz ennyi dolgot. Hát ez igazából fejbe dől el. Tehát nyilván neked is voltak már olyan célkitűzéseid az életben, amit el akartál érni, és azt el is érted. Igen. Mert akartad. Így van. Tehát én mai napig azt vallom, hogyha valamit akar az ember, akkor azt eléri. Uh-huh. Csak az nem egy 5 perces dolog, hanem akkor minden nap azzal kell járni, hogy igenis, ha nem szeptember, akkor decemberre, ha nem december, akkor jövő évre, de meg fogom csinálni, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. Igen. Persze. Válasszuk külön most a jogi pályát, illetve válasszuk külön a zenészi pályádat. Külön-külön kérdezem, a zenészi pályán mi az, amit mondjuk nagyon el akarsz érni, és nagyon nagy álmod neked? Nincs ilyen. Nincs. Tehát én azt gondolom, hogy amit session zenészként ebből ki lehet hozni, azt én kihoztam, tehát rengeteg előadó, szinte majdnem mindenkivel dolgoztam együtt, volt saját zenekarom is. Talán ami még úgy majd egyszer, ha lesz rá időm, akkor még a saját zenekaromat, ami régebben futott itt Fejében, a Flippers együttes. Hát az ilyen helyi kis városi zenekar volt, de egyébként egy csomó rádióban játszottak a dalainkat. Nálunk is a Vörösmarty rádióban, például Balatoni Rock and Roll című dalottuk, hát nagy sikerrel szólt például, igen. Azt még egyszer egy pár körre megfuttatnám. Uh-huh. És egy picit oda kerülni egy olyan első-második vonalba, az még egy jó dolog lehet, de azért erre már nem fogadnék, hogy ez erre lesz időm. Persze. Tehát, de azért bízok benne. Jogi pályán mi az, ami mondjuk nagy-nagy vágyálmod lenne, hogy de jó lenne egyszer mondjuk ezt elérni ebben a szakmában? Hát én szeretnék az egyetemen tanítani sokáig. Szeretnék sokat publikálni, szeretnék tankönyveket írni, előadásokat tartani. Tehát az én életemben alapvetően ez most a legmeghatározóbb dolog. Meg egy nyilván ott is van egy ilyen tudományos ranglétra, mondjuk azon feljebb kerülnék, az is egy jó dolog lenne, de egyébként ezek a címek, ezek nekem igazából egyáltalán nem fontosak. Tehát én nem azért végeztem el a jogot, meg nem azért PhD-ztem, hogy ott legyen nevem az áram betű, hanem azért, mert érdekelt. Az igen, tehát te sem szereted, hogyha úgy hívnak, hogy doktor Bérces Viktorám, hívják Viktornak, vagy Bérces Viktornak. Sőt, engem Vityának hívnak. Igen, azt tudom, az a becenevet. A haverjaim is, a kollégáim is, de közvetlen kapcsolatban. Akiket tanítasz, nyilván nem, tehát diákok gondolom, ők tanáruraznak téged egyébként? Ők tanáruraznak. Tanáruraznak, így van, tehát azért ott figyeltem arra, hogy ebbe a tegezősbe nem menjünk át, mert azért az már borítja a rendszer, tehát... Ez fontos, hogy azért legyen egyfajta távolságtartás. Persze. Ez lényeges. Lassan-lassan tényleg a műsor végéhez érünk. Beszéljünk még olyan dolgokról, hogy nagyon fiatal vagy, tontok már többször, hogy nem vagy még 34 éves. Ugye te korosztályodat azért még nagyon érdeklik, legyünk őszinték, a külsőségek. Érdekli a divat,
ezek a úgymond földi dolgok. Hogy téged ez érdekelt vala? Foglalkoztál valaha, vagy nagyon-nagyon mellékes volt a te életedben? Egyáltalán nem érdekel. Nem szeretek öltözködni. Nem? Igen? Nem, tehát ilyen lezserül szeret szépen, ami kényelmes, és nem érdekel, hogy divat, nem divat, jól áll, nem áll jól. Abszolút nem érdekel. Tényleg az egyetemen, hogyha nagyon muszáj vagy valami hivatalos esemény, vagy mondjuk bemegyek egy bíróságra, akkor felöltözök. Uh-huh. Meg hogyha elmegyek egy tévébe például, igen, vagy egy bármilyen nyilvánosságra, akkor felöltözök, de tehát a mindennapjaimat nem öltönyben töltöm. Uh-huh. Tehát nekem ez nem fontos. Szerintem ez elsősorban azoknak fontos egyébként, ez is csak az én szubjektív véleményem, hát akik ezzel próbálnak meg kompenzálni valami olyat, ami nem teljes uh-huh. az életükben, de hát lehet, hogy nincs igazam. Nagyon fontos, hogy egy mondatot mondtál, hogy te fiatal korodban kimaradtál ebből a játszótéri bandázásokból, hanem te mindig mentél zenélni, és idősebbekkel voltál. Sportra van-e időd, vagy volt-e időd valaha? Hát régebben fociztam, de egyébként nem voltam egy kimagasló tehetség. Emlékszem, még apukám, amikor a Vidibe elnökösködött, mindig mondta, hogy gyere egy kicsit focizni, megnézzük, hogy mi újság van. Én teremfocig jutottam el. Tehát nem volt nekem igazából egyik sportos se, egy különösebb tehetségem. Mai napig, ha van időm, akkor lemegyek terembe, és kicsit rúgjuk a bört. De hát ahhoz, hogy szerintem ott is az ember valamire jusson, az nagyon sokat kell dolgozni, mert ezt végképp nem volt időm. Igen, igen. Rengeteg érdekességet megtudtunk tényleg eddig. Beszéltünk nagyon-nagyon sokat a jövődről is, itt a Fehérvár Televízióban. És mondtad, hogy most lesz, ugye nem is olyan sokára az esküvő. Lakodalom lesz egyébként? Lesz. Egy jó nagy lagzi? Lesz, és milyen lagzi lesz nálatok? Ez egy érdekelne tényleg egy ilyen embernél, hogy ezek a sramli zenék, vagy inkább az a fajta zene, amiket mondjuk a zenekaroddal játszottál, együtteseddel játszottál. Mik lesznek inkább? Vegyes. Vegyes lesz, tehát lesz ilyen is, meg olyan is? Így van, tudik. Én a párommal teljesen más közegből igen. vagyok. Tehát ő egy sváb lány, uh-huh. és egy hagyományőrző térségből jön, és hát azt mondta, hogy az ő lagzián sváb zene kell legyen. Mondtam, figyelj, semmi akadály, Karolinának hívják egyébként. Fehérváron már nagyon sokan ismerik. Én meg azt mondtam, hogy én meg hozom az én csapatomat, ott meg rock and roll lesz, úgyhogy most ebből az lett, hogy ő hozza a saját társaságát, igen. a saját zenét. Én meg szerintem majd beállok egy kicsit a zongora mögé, és akkor a saját lagzimon játszok néhány számot. Tehát valószínűleg... Biztos követelni is fogják egyébként az hát ott lévők. Hát gondolom, persze, biztos. De jó buli lesz. Sztár vendég lesz-e? Nem kell megmondani ki, hogyha lesz. Meg gondolom, meglepetés lesz, hogyha lesz. Hát nem titok, a Tóth Vera és a Tóth Gabi ott lesznek tehát vendégként. Hát, hogyha van kedvük, akkor én örömmel látom őket a mikrofon előtt, de semmi se kötelező. Szerintem lesz kedvük, hát nyilván az ottani emberek követel. Ha már ott van egy Tóth Vera és Tóth Gabi, azért szép lenne, hogy ők nem énekelnének, én remélem. Azt gondolom. Hát sok vendég lesz, nagy lagzit akartunk, meglátjuk, reméljük, hogy jó siker. Igazából azt szokták mondani, hogy az a lényeg, hogy az ifjú pár az jól érezze magát. Egyébként nem szokta. Nem. Tehát én azt vettem észre, egyébként a lakodalom az arról szól, és kövezzenek maga kedves nézők, hogyha nem így van valójában, hogy az ifjú pár mindenkit kiszolgál, mindenkinek a kényében kedvében jár. Ez nálunk nem így lesz, az biztos. Reggel már fölkelnek, sőt, le se fekszenek, már 4 órától mennek a próbasmink, próbahaj, aztán próbafotózás, aztán mindez élesben, aztán jön az esküvő, templomi, polgári lakodalom, mindenkit kiszolgálnak, jól vagy, mit hozzak, stb. És a végén nász éjszaka, ilyen fogalom nincs is egyébként, mert addigra teljesen meghalnak szegények. Nálatok nem így lesz akkor nem, ez a dolog. Nem. Tehát direkt olyan embereket hívtunk, parti arcoknak hívjuk. Őket, akik biztos, hogy jól fogják magukat érezni, és bulisak, és nem azt nézik, hogy mi az, ami nem olyan, ami nem úgy sikerült, mondjuk szervezésileg, hanem azt fogják nézni, hogy mi az, ami előnye a rendezvénynek. Egyébként tökéletes lagzi nincs, mindenhol van valami persze, kis abba, vagy az étellel, vagy a zenekarral, vagy a nem tudom én ezzel, azzal. Szerintem a miénken ilyen gond nem lesz egyébként. Hát remélem, és le is kopogom. Gyóra. Igen, remélem, hogy így lesz, és legyen is így. Viktor, köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon nagy élmény volt. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvár Televízióban.